gyertek. Itt vagyunk, főnök. A merre ment a kis geci? Megpörköltem és kiszaladt az ajtón. Srácok, menjetek utána. Oké, megyünk. Szevasztok. Lacit, az ikertestvéremet kiukasztotta egy idegen, így nekem kell helyette befejeznem a munkát és előadnom a kivételes okosságokat, amelyeket a harmadik Alien film kapcsán el akart mondani. Mint mindig, most is a tartalomra koncentrálnék elsősorban, de ezúttal ez egyszerűen nem leválasztható a keletkezési körülményekről, így mindenek előtt ez utóbbi főbb pilléreit ismertetném annak az összesen 6 nézőmnek, aki még nem hallotta az infernális forgatásról, illetve elsősorban annak a 9 mongol idióta csőhegesztő tapírnak, akik tévedésből követik a csatornát. Az első és második Alien film egymásra licitáló sikerén felbuzdulva, a jogokat birtokló Fox stúdió szemgolyói dollár jelekké változtak, és egyfajta korai mozi magömlésként beröffentettek a közvélemény elé egy olyan tízert, amely a harmadik epizód megjelenésének évét 1992-re betonozta be. In 1979, we discovered in space, no one can hear you scream. In 1992, we will discover on Earth, everyone can hear you scream. Mindezt ráadásul nem átallottak úgy megtenni, hogy az egész franchise alapkövének számító Sigourney Weaver nevét is megjelenítették a rövid kettcsinálóban, holott a színésznővel még a tárgyalásokat sem kezdték el. Ráadásul a széthasadó alien tojást fenyegetően a Föld bolygó fölé tornyosulva ábrázolták, amely olyan messze volt végül a megvalósult történettől, mint az esti frisbee a minőségi late night showtól. Magánéleted ráment erre az ügyre? Rá. Elváltok? Megválunk egymást. Pedig a film nulladik kilométer köve nem volt még nyakig szarba öntve. Az első megközelítések között szerepelt egy gömb alakú, faszerkezetben testet öltő kolostorszerű képződmény, ez lett volna Ripley-ék mentő kapszulájának kényszerű végállomása. Olyannyira komolyan vették ezt az első ötletet, hogy a díszleteket is építették már, de aztán a kapkodás és a stúdió kockázat kerülő paranoiája miatt végül lehúzták az ötletet a WC-n, ahová az utolsó svunggal így a megsértődött rendező is utána ugrott. Az eredeti elképzelés szerint életben hagyták volna Hicks karakterét, de végül ez is ment a retyóba, és ó, micsoda meglepetés, a színész Michael Biehn is megsértődött, és csak az előző filmbéli gázsiáért volt hajlandó engedélyezni képmásának felhasználását a harmadik epizódban. Erről a képről van szó, látszik, hogy 3 másodpercig, nem szaróra bér, ha belegondolunk. Hogy kicsit árnyaltabb képet kapjunk erről a konfliktusról, megpróbáltuk elhívni a stúdiónkba és meginterjúvolni Michael Biehnt, és sikerrel jártunk. Michael megtisztelt minket jelenlétével, így személyesen tudott válaszolni néhány kérdésünkre. Íme. Szervusz, Michael! Foglalj helyet nyugodtan. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Ugye tegeződhetünk. A rancsosz kérlek, ja. Ne haragudj. Igaz, ne haragudj. Szóval üdvözöljük Michael Biehnt itt a Stop Mozi Club stúdiójában. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogyan szólíthatunk Michael? I recommend Michael. A Michael-t javaslom. Michael. Rendben. Mike esetleg? Rendben. Akkor Michael. Michael. Michael, hogy érzed magad? Kezdjük ezzel. I'm fine, thanks. Kicsit izzadok. Először vagy Magyarországon? No. Nem, eddig kétszer kóstoltam már az erjesztett változatot. Nem is tudtam, hogy a zöld a kedvenc színed. Már gyermekkoromban nagy állatbarát voltam, mindig is érdekelt az origami és a tömlőcsévélők világa valójában. Így lettem szaksegéd apám poliészter alapú kertészetében. Mondd csak, igaz, hogy a föld lapos? I believe that our ancestors didn't hang. Most nem érzem szükségét amellett érvelni, hogy a purha indokolatlan használata milyen mértékben kihatással van nőiségünk megélésére és annak tágabb kontextusba helyezésére, nevezetesen. Ne haragudjon, hogy a szavába vágok, de tyúk. Miféle tyúk? Említette az imént, hogy ugye a síelést és az ahhoz köthető router állományt.
Milyen érzés volt először belevágni a Sixtusi kápolna felfedezésébe? I always accept such statement which. Nézze, kár volna most olyan dolgokon vitatkoznunk, hogy kinek az apja volt nagyobb köcsög. Ne arra mondjon, hogy ismét a szavába vágok, de ön egy fasz. Ő elmehetsz ám a bárcás kurva anyádba, te csicska gyász. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és felvilágosított minket az Alien 3 forgatási nehézségeiről. Michael Bint hallottuk, most pedig kapcsolunk vissza a stúdióba. A korábban említett elképzeléseken túl volt itt még két részre bontott sztori ötlet és Alien börtön is, de a legnagyobb lyukat a főhősnő még le nem szerződtetése okozta. Végül Weaver bevállalta a dolgot 9 csilliárd pezetáért, kopaszra túrták a haját, aminek később még lesz jelentősége. Talán hasonlóan furcsának tűnhet, de ekkor még rendező sem volt, holott emlékezzünk, a teaser már réges-régen belőtte az ígéretet, hogy 92-ben jön ki a film. Sok üklődés és halva születés után aztán az általam igen nagyra tartott, de akkor még nagyfilmes tapasztalattal nem rendelkező David Fincher lett a befutó és az áldozat, mivel bár a stúdió szerette a videóklipes fiatal direktor látásmódját, a már említett végletes kockázat kerülés miatt nem nagyon akartak szabad kezet adni neki. Pedig Fincher kiválóan megértette magát Weaverrel, és nem egy pazar ötlettel, filmes újítással vétette észre magát már a kezdetektől. És akkor végre megszületett az első verzió. Ma persze addig többeket kirúgtak, többek saját magukat rúgták ki, Londonból átköltözött Los Angelesbe az egész forgatás, elképzelhető, hogy micsoda költség volt komplett díszleteket újra felépíteni, ráadásul Weaver haja is kinőtt az elhúzódó munkálatok alatt, és nem volt hajlandó újra levágatni, amiért végül az utolsó, többször újra forgatott jelenetekben kopasz parókát kapott, ami alig 16 ezer dollárba fájt. Ám a lényeg, hogy megszületett végre az első verzió, de voltak vele gondjai a stúdiónak. Először is 3 óránál is hosszabb volt, másodszor pedig a még talán a későbbi 7. című Fincher filmnél is sokkal a komorabb, nyomasztóbb hangulatot árasztó filmet szinte nézhetetlennek ítélte a Fox a rengeteg vérrel operáló erőszakos jelenet és a végletekig depresszív sztori miatt. Ezért voltak tehát szükségesek az újraforgatások, kíméletlen vágások, amelyek során immár Fincher is megsértődött végre, olyannyira, hogy a mai napig nem adja a nevét a filmhez. De hogy megértsük, hogy mi is az, amihez nem adta a nevét, lássunk végre egy spoileres összefoglalót. A dupló kockában utazó Ripley és társai diszkréten landolnak a Csernobili 4-es reaktor hűtővizében, ezért a Pripyatyból oda vezényelt katasztrófavédelmisek rángatják elő őket a mentőkapszula belsejéből. Bár a kutya feltűnően megugatja a bújdosó pókot, Csintalan Sándor jobbnak látja egyszerű balesetként kezelni az ügyet, nehogy a Republic Frontember választóversenyre összegyűltek között kitörjön a pánik. Ripley indokolatlan kemoterápiát kap az őrült börtönorvostól, miután megtudja, hogy senki más nem maradt életben a mentőhajón, a kis költségvetésű színesbőrű mellékszereplő pedig meginvitálja a Forrest vitakörbe. Közben a harci kutya megelli a szörnyet, aki, hogy könnyítsen szorongását, rögtön ventillálni is kezd, majd neki áll beharapni a rabokat és elfelejt leteríteni újságpapírt. Ripley összefekszik a sorozatgyártott doktorral, majd rövidre zárja a Bishoppal folytatott beszélgetést, és magát Bishopot is. Az Alien felzabálja a doktort is, amitől a mindig ingerült igazgató rögtön a plafonon van. Majd a Káosz brigád élére állva Ripley megszervezi az Alien elpusztításának tervét, ami a kivitelezés első pillanatában úgy lobban el, mint egy gyertyalánk. A füstbe ment terv után Ripley szaunázni megy, és kiderül, hogy nem kívánt terhessége már a harmadik trimeszterben jár. Ezután eljárja a börtönbalettet a lelkipásztorral, végül mind megegyeznek, hogy össze-vissza futkosnak majd a sötét labirintusban, hogy minél többüket elkaphassa a lény, mielőtt bezargatják a présbe. Ott aztán leforrázza az olmos eső, de csak a hideg víz kapja le végül az ománcot a fogairól. Ekkor már csak 3 élnek az eredeti csapatból, de megérkezik a cég és a Bishop arcú főnök, aki mindent megadna, ha a Ripley-ben tenyésző kis parazitával fajtalankodhatna. Végül az esztétikusan halálba ugró Ripley láttán Bishop alig hisz a fülének, az olvadó fém viszont beolvasztja az épp megszülető kis királynőt, és a csalódott rossz fiúk elsétálnak az egyetlen életben maradt rabbal.
Rögtön le is szeretném szögezni, hogy bár láttam a rendezői változatot is, én alapvetően nem tudok nem szimpatizálni a mozi verzióval, amely bár nyilvánvaló hibáktól terhes, mégis kivételesen erős film, és elsősorban azért, mert hasonlóan a második rész receptjéhez, ez is teljesen új köntösbe bugyolálta az Alien sztorit. A végső megoldás halál ugyanis kőkemény dráma. Sötét, depresszív, végletekig pesszimista, a főhős önmarcangoló saját halandóságát a magánnyal és időtlenséggel terhelve már végképp önpusztító szándékúvá züllesztő attitűdjére fókuszál, és a körülötte mozgatott karakterek és millió nemhogy ellensúlyozni nem akarja a dekadens zuhanást, de inkább fokozza a tempót a mély örvény belsejébe. Állítólag Weaver kikötése volt, hogy Ripley halljon meg a film végén, és ennek a végpontnak az előre kikötöttsége igazán izgalmassá, feszültséggel telivé teszi a második rész közvetlen folytatásaként startoló kezdőpontból induló történetszálat. Az alienek minden létformát fenyegető veszélyét itt a nézők már ismerik, pontosan tudják, hogy egy komplett tengerész gyalogos hadosztály elképesztő fegyver arzenállal sem tudott felülkerekedni a szörnyeken, így igazából fel sem merül senkiben, hogy néhány fegyvertelen, kiképzetlen rab és a nem kívánt terhességétől meggyengült Ripley győzni tud egy retyves börtönbolygón, ahol gyertyával világítanak. Az Alien győzelme előre borítékolható volt tehát, de a főhős és a komplett emberiség túlélésének egymással párhuzamosan fókuszpontba állított tétje igen erős dinamikát ad a filmnek, amelyet csak tovább támogat a társadalom perifériájára szorult, elvetemült bűnözők hitből és önmagukkal való szembenézésből fakadó bajtársiassága önfeláldozása. Gyere már, baszki! Ketten nem bírunk velük. Á, egy pillanat. Kurva anyád! Rohadj meg! Disztrakt. Már itt is vagyok. A történet persze sokszor sántít, hiszen komplett mellékszálakat írtottak ki a vágóasztalon, és nem tudok elmenni szó nélkül amellett sem, hogy ez egyébként pazar Alien szemszögéből figyelhető üldözéses jelenetek mellett a szörny némely megjelenítése már akkori szemmel is nevetséges volt. Pedig ebben lehetett volna a két előtt filmre támaszkodni, hiszen vizuális tükrök szempontjából mindkettő magasabb szintű, de mindenképpen koherensebb volt, ám a harmadik rész nem tudta jól alkalmazni a kevesebb néha több elvét, és bár maradtak a több ember által mozgatott báboknál, miniatűrökkel megvalósított megoldásoknál, a kék háttérrel és speciális fényképezéssel kombinálva a végeredmény sajnos sok esetben gagyi hatást kelt, néhány jelenet egyszerűen ledobja magát a valóság illúziójáról. Bizony, mindössze egyetlen CGI jelenet van a filmben, az is mindössze pár másodperces, amikor a forró ólom után hideg vízzel megkínált Alien feje felreped, és a lény kiszenved. Vannak ugyanakkor elképesztően hatásos, kifejezetten szép jelenetek is. Ilyen a Hicks és Newt búcsúztatásával szinkronban előbújó Alien jelenete, ahol a halál és az új élet párhuzamba állítása kitűnő rendezői megoldás volt, vagy az ikonikus jelenet, ahol az Alien Ripley arcához hajolán végül életben hagyja, mert érzi a benne fejlődő kis szörnyembriót. Ugyanakkor az is érthető, hogy némely jelenetnél a stúdió nemhogy túlzásnak érezte a brutalitást, hanem egyenesen elmebetegnek tartotta Finchert, el sem tudván képzelni, mi járhatott a fiatal rendező megborult elméjében. Ilyen például az eredetileg sokkal hosszabbra, nyersebbre tervezett boncolásos jelenet, ahol a kislány Newtot valósággal feltrancsírozzák a műtóasztalon. Nos, az talán nem baj, hogy ez végül kimaradt a filmből. A bakker! Jaj, ne! Összességében a harmadik Alien film véleményem szerint megüti az első két rész által igen magasra belőtt minőségi szintet, vagy attól csak alig marad el, ha a technikai kivitelezést is figyelembe vesszük, de a sajátos hangvétel, az új műfaji köntös és a Fincher kéznyomát messziről tükröző komorság elképesztően erős filmé teszi a végső megoldás halált, főként tudva, hogy egy harmadik részről van szó. És mivel az Alien filmek mindig is a rejtélyeiktől, a teljességgel soha fel nem fedezhetőségüktől tudtak igazán feszültséggel telik és misztikusak lenni, tulajdonképpen még a forgatási körülmények által a forgatókönyvön ütött lyukak sem ártottak az Alien 3 összképének. Nekem pedig szintén nem árthat már senki, hiszen mind a szörny hibriddé vált nevetséges többet iker szarkumámat, mind az itt garázdálkodó szörnyeket kicsináltam már. Ó, ne. Csak ezt ne.